nagyon örülünk, hogy ilyen sokan részt vesztek ezen a versenyen, 47-en vagytok összesen, a sokáig itt fogunk bent lenni, és élvezni fogjuk egymás társaságát, és azért, hogy mindannyian csak rátok tudjunk figyelni, és én nagyon köszönöm. Van, aki egyáltalán nem tud az iskolába gyakorolni. Bármit is fogtok majd az arcukon látni, ha már elfáradtunk, de tudjátok, hogy mi nagyon. És megkerestétek közülük azt, ami legjobban tetszett, ami időben belefértett, sok-sok szempont után. Azt mondta a kis Csiba az édesanyjának, anyám, süss nekem egy kalácsot, beleegyezett nyújkonyába. De alig kezdte felcsibegetni a forgácsot, meglett arra könyörgött a kis Csiba. Neked adom fel a kalácsomat. Jól van, szólt az öreg macska. Ered, hozd a kalácsot az anyjának, hogy mi történt vele. Sose búcsunk is, hanem még azt adta, hogy elmesztette. Ne felejtsd el, hogy a fele az öreg macskáig felfogta. Akkor aztán szaladt az anyjához. Mit tegyek most, jó anyám? Mit tűnjek is elfogni? Anna trópet, így szintet, így szintet is tehetni. Megfejtelni szinke, picinke, kis sajtát.